De mi? Ne vidd el a téglát, léci. Nem azért veszem magamhoz, hogy te kipakold a zsebemből. És most a falat állítottam, nem a téglát. Jó, nem baj. Téglából ne vigyél el tőlem. Igen. Ám de falból vihetsz. Falból meg vihetsz, mert az nem kell. Jó, és a hulladékba meg kidobálom a ként, mert az meg pláne nem kell az inventorimba. Az összes ként. Igen, azt el lehet vinni, hogy legyen helyem. Igen. Igen. És igényeljünk mindig, legyen nálunk ilyen robbanó rakéta. De azért végtelen nem kell, egy 200 darab, tehát egy stack. Hát csak a fel kell töltenünk ilyen ágyukat, mert most már 80%-on van a kutatás. És azt nézem, hogy ennek a tüzérségi torony, amúgy a tüzérségi harckocsinak kisebb a lőtávja. Annak is van automata meg manuális. Jó, nekem nem kell, nekem jó ez így. Igen. 40 másodperc alatt legyártjuk. Piros áramkör, vas. Jó. Fogaskereket. Fogaskereket. Azt viszont gyárthatunk. Egy 150 darabot nyugodtan az inventorimba bele. Mert az fog kelleni majd a mindenhez is. És akkor addig a vasat is ide tudja nekem hozni a drórendszer. Mondjuk onnan rohadt messziről hozza a drórendszer, de mindegy. Jó, 400 drónt ezért el tudunk használni így logisztikában még, úgyhogy még mindig nem elég. Még mindig nem elegendő a drónok mennyisége, ami rajtunk, hogy mi a bázison van. Ja. A kutatóanyagok ott itt gőzerővel készülnek. Na most azt nézem, hogy ha van többlet, sárga kutató, nem nagyon van többletanyagunk. Egyébként így sincsen többlet, hogy hiába gyorsítom. Nem fog segíteni rajtunk, ha felgyorsítjuk a folyamatot, mert nem nagyon van többlet a mezéből, viszont drónvázból igen. Úgyhogy építő drónt még tudunk kraftolni zsebbe. És az építő drónok majd segíteni fogják a mi kis szervizünket. Folyamatosan szervizelünk, úgyhogy szeretem, hogyha van elég. Nem baj, hogy most nincs használatban. Mert amikor majd használatban lesz, akkor meg majd nem lesz hiány. Építő drónból még lopunk magunknak mindegyikből egy keveset. Csak a felét lopjuk el mindegyiknek, tudjátok. Jó, 100 építő drón. Ez menő. Építő drón. Csinálunk 100 darab építő drónt. És akkor a szerviz is meg fog oldódni elméletileg, meg a gyorsabb építkezések is, ha arról van szó. Itt van egy kis probléma. Konkrétan a lehápézott tornyot, meg egy kicsit megsérült a fal. Hát, az a kutatás lemegy, akkor neked véged lesz, mint a botnak, öcsém. Jó, hát a szállító drónjaink, meg az építő drónjaink szépen itt most már bekerülnek a rendszerbe, és akkor azért 100 építő drón, és mellette 430 logisztikai, az már nagyon jónak mondható. És kutatásban a drón sebességet, azt
lilával fogjuk tudni növelni. Nem annyira jó, de ez van. Igen. Jó. Néhány reszli kutatást lefuttatunk, hogy kiürítsük itt a kutatási tárat majd, illetve hogy feltöltsük majd ezután a kutatás után egy kicsit a többit. Bár szerintem gyorsan le fog futni a kutatás, de majd kiderül. Ez a sárga, ez lassan készül, ez amíg nem pufferelődik föl az egész, addig ez ezért, de ezt folyamatosan hajtjuk 100%-ra kb. És ez emiatt lassú. Illetve gondolom én, hogy van hiányzó nyersanyag, ami miatt néha lassú. Ami a rézlap jelenleg, ami fura, de ez van. Jó. De sütjük a rezet, amennyire tőlünk telik. Jó. A rezet is lassan bányásszuk. Itt ez egyértelmű probléma. De rézlelő helyből is voltak... Jó. Jó, hát az van... Az van, hogy ezt a vasat itt körbe kell lőni, mert az olaj is fog kelleni. Itt éjszakon is körbe kell lőni, mert az a réz is fog kelleni nekünk. Az is ott rézért. Nagyon jó. Jó. Oké. És 85%-on van a kutatás. Az jónak mondható szerintem. Oké, hát nem hiszem, hogy a szerkezeti elemet tudom segíteni. Oké, közben üzenetet kell olvassak. De nem baj, mert addig is épül, szépül itt az egész univerzum. Meg főleg megy a kutatás. Oké. Na, akkor könnyű szerkezeti elemet, ezt érdemes zsebbe kraftolni? Nem igazán, mert semmi nincsen hozzá rendesen. A műanyaga kevés. Látjátok? Nem tudunk elég műanyagot előállítani. Az meg már olaj. Az olajhoz megérzék kéne a nagy ágyú, hogy kitakarítsuk. Szóval jó, jó, jó ez. Ez így dögös. És van nálam már 200 darab ilyen lőszar. Nincs nálam. Ja, de van csak a lőszeresbe. Oké. Nem azért, mert ki fogunk menni oda a nagyvilágba megöletni magunkat, skacok. Ezzel most szólok, nem tervezem. Valamelyik vonat ide jöhetne, értem. Ott mi a túrót csinálnak a dögök? Tényleg oda támadnak be, ahol 5 tornyot leraktam. És még utána a másik... Le fogják javítani a mieink, jó? A vas is meg a réz is pakol, de a vas hamarabb ide fog jönni. Láthatóan. Oké, ott meg ilyen kemény támadás alatt vagyunk. Jó, hát majd meg fogjuk mi erősíteni itt a dolgokat. Nem kell aggódni. Tudom én, hogy nem a napelemet akarjátok megenni, vagy igen? Az a terv. Jó. Itt komoly támadás alatt vagyunk a dögök által, de rábacolnak, mert közel mennek, és utána visszaépítjük. A drónok megoldják. Hát ezt a kettőt nem, de majd igen. Jó, ennyi. Jó. Lerombolt pár napelemet, de falként is funkcionál, tehát jó az. Sokkal nagyobb baj, hogy nem jön be a réz. A rézbányászatunk még így is gyengus. És amúgy mennyi van ott? Mert azt nem is néztem, hogy... Hát azért 3 millió rézzel még nem esek kétségbe, jó? Jó.
Megérkezett a részszállító vonat. Igazából ahogy jön be a rész, úgy fogjuk majd tudni szétlőni a dögöket. Meg kell várni, hogy beérjen az ötlet, hogy elkészítse a dolgokat. De igazából nem a rész most már az olaj a probléma, de azt is ezzel a toronnyal fogjuk szabaddá tenni, úgyhogy kénytelenek vagyunk egy kicsit kiakkolni a dolgot, mert nem tudok több olajat elfoglalni. Nem is láttam most máshol. Itt láttam olajat, igen. Itt van fönn olaj. Csak itt délen van még olajlelőhelyünk. És hogy ahhoz, hogy ezt a déli részt itt megvédjük, ahhoz azért itt most már nagyon nagy, sok nagy bázis kell szétcsapni. Mert hát agresszívek velünk szemben a szörnyek. És bár ellenállunk nekik, de azért... Jó, hát itt szerintem nagyon szépen egyébként termelődik minden. Ennyit tudunk jelenleg kihozni magunkból. És nézem, hogy nem tudok segíteni rajta, mert nem lesz több a műanyag. Mondjuk kirakhatok műanyagot ezekbe, hogy legalább dolgozzanak, de az acél is elfogyott, mi? Hoppá! Az acél elfogyott, úgyhogy sütjük folyamatosan. Jaj, de jó! Jó. Ahhoz, hogy ezen javítsunk. Igen, sok kemence. Még több pakolátor. Egy-két elosztó, némi hely. Na, azzal leszünk bajban a némi helye. Nem, egyébként nem leszünk bajban. Nem leszünk bajban, sütőblokkot kell itt elhelyeznünk. Vagy megnézni, hol a baj. Na, oda hogy jutottak be? Ott besétáltak be, szarsz. Nem védtem le az olajfeldolgozókat. Az baj. Most mindent, amit az olajban feldolgoztunk, vagy az olajfeldolgozásként csináltunk, azt most szétverték addig, ameddig védett helyre nem értünk. Hát ennek nem örülök. Sajnos igazuk van, de nem örülök. Tudjuk, hogy a gyenge ponton előszeretettel. Jó, egyelőre kézileg kiirtottuk a dögöket. Első lépés, második lépés. Kétszer nem követjük el ezt a hibát. Harmadik lépés. Építünk. Azt mondja, hogy kell nekünk olajfinomítóból egy gettó. Vegyi üzemből vagy 10. Újtatócsőből sok, normál csőből is rengeteg. Igen. Lekraftoljuk és hagyjuk az építő drónokat majd dolgozni. Igen, mindegyik range-en belül van. Hát amit leromboltak, azt újra tudjuk építeni majd. Itt lerakok egy szolgáltató dobozt, és akkor itt majd lehet látni, hogy ez hogy egy olajfinomítók, újtatócsövek. Mindent szétcsaptak, mindent újra tud építeni a drónhálózat, a kapanyagot. És az anyag alatt azt érti, hogy csövek és
csövek és gépek minden mennyiségbe mehetnek. Illetve nagy villanyoszlop is kell nekik. Oké. Meg közepes villanyoszlop is kell nekik. Ezt nem így akartam, de így is jó lesz. Csak kéne ide egy tárolóláda. Egy darab. Hogy itt, hogyha bármi logisztikai izé van, akkor ez ne legyen gond. Kraftolunk magas feszültségűt, közepes feszültségűt, alállomást, és akkor egyébként most már pakolátort is kéne belerakni, szóval rakunk le alállomást, rakunk le, amúgy ha bányát rombolnak, azt is nyugodtan, vegyi üzemet is adunk nekik, csövek, újtatócsövek. Gyártjuk itt a mindenféle alkatrészeket le, amiket pótolni kell. Normál csöveket is sokat kell pótolni, villanyoszlopokból a közepeseket is, majd mindjárt ezeket csinálja. Jó, azok is megvannak. A normál csöveket még adogatom neki. Az nem kell. Hol támadnak? Ott. Jó, azt megoldja. Oké. Nagy villanyoszlop. Jó, mindjárt. Azok megint megtámadtak minket. Jó, azok el vannak ott azzal. Mi itt közepes villanyoszlopot is kéne kitennünk. Jó, azt most hagyd a francba. Közepes villanyoszlopot csináljál, mert az kell itt az energetikához. Nagyobb tételben. És a normál cső hiányzik még neki, minden mennyiségben. Helyreállítottuk a vegyipart, remélhetőleg. Jó, hordja ránk a mindenfélét, ezzel a műanyag is helyreáll. Ja, hogy itt mindent is megint szétkapott, mint a frotérzokni. Semmi gond. Azért van ott, hogy azzal bíbelődjön, és ne a bázist verje szét. Tehát 94%-on a tüzérség, ami azt jelenti, hogy szerintem elindulhatunk lefelé. Mi hiányzik neki? Két darab gyorsító. Hát ennek meg még... Ja, volt két darab gyorsító valószínűleg a valamelyikbe, jó. Ok, és azt is pótolja értelemszerűen. Hol van a doboz? Egy darab ilyen piros dobozt főzzél nekem. Igen. Két darab gyorsító, most már nem hiányzik neki, és mehetünk innen lefelé. Mi most ágyukat fogunk készíteni, nagyobb tételbe lehetőleg. El kell foglalnunk egy olajmezőt, és azt onnan ki kell aknáznunk. Aztán utána egy rézmezőt, és azt is ki kell. Tehát alapvetően be kell kötnünk nyersanyagot az aktuális gyártási sorunkba. És ezt értelemszerűen úgy tervezem megtenni, hogy ebből az értékből lehet nálam több is. Mondjuk 400 darab lőszer is lehet nálam. Hogy legyen hova töltikézni a drónoknak engem.
itt fogja hozni szerintem mindjárt nagyon sok drón onnan. Amit nem érek el, de mindegy. Ott megtámadtak megint minket. Nem lankad a figyelmük ezen a téren, azt mondanám. Jó, hogy gyűlik a cucc. 96%-on a kutatás, már gyűjtöm be, nincs elég robbanóanyagunk? Nem volt elég drónunk. Az a jobbik helyzet. Az a jobbik helyzet, hogy a dróna kevés. Mert az majd jön még, csak tölti magát, gondolom. Árammal viszonylag sokat lövöldözünk, tehát. De nem fogy el a kakaó, jó. Gyönyörű szépen tudja csinálni, amikor meg elfogyna, akkor meg van akkumulátor is a világon. Tehát elindulunk keleti irányba, keresünk magunknak egy vonatot, és elmegyünk messzire dögöket lövöldözni. 3 másodpercenkénti egy lövéssel, úgy, hogy előtte levédjük magunkat. A rezes vonat nincs itt, és a vasas. Az itt van, csak rám vár, ugye? De mindjárt nem, tehát, hogy így jó lenne, ha hamar odaérnénk. Így beszállunk, mert ez mindjárt befejezi a kipakolást, ott lehet látni az üres rakomány, de nem is kell megvárni. Mert el tudunk viselni minimális rakományt visszafelé. Megvédjük magunkat, először is a keleti oldalon építünk ott egy kis falat. Van nálam fal, meg ilyenek. Csak hogy ne tudjanak olyan nagyon-nagyon rosszalkodni velünk szembe a dögök. Itt lehet látni, hogy ide majd érdemes lesz némi védelmet még elhelyezni. És itt fog összeérni a védvonal. Aztán ide kihozunk egy alállomást. És azt mondjuk, hogy néhány torony. Ide is berakunk egy alállomást. Igen, és ide is elhelyezünk néhány tornyot. Ugye nem akarunk meglepődni azon, hogy hány dög tud hány felől ránk szaladni. Arról van szó, hogy itt valami hiányzik. Nem hiányzik semmi. Csak a lelkemnek egy magas feszültségű vezeték. Meg ha már itt járunk, akkor egy alállomás. Meg még egy. Itt még egy kicsit megerősítjük a védelmet erről. Aztán itt megint jöttek, nézd meg, kis tehetetlenek, azt hiszik, hogy így jó lesz nekik, de nem. A következő az ezen az oldalon kellett, itt jöttek volna be, nem tudtak bejönni, de akartak. Láttam, hogy Ferdén néztek. Itt igazából ezen a zónán az a legjobb, ha ide lerakok egy alállomást. Az összes maradék ágyút így leszórom. Eddig tartott az ágyúzás. Igen. Következő lépésben kész a tüzérség. Tüzérségi torony. Nincs nálam beton. Sírok, mert kéne, hogy legyen, csak nem szolgáltatóztam be. Hát jó. Nem tudok tüzérségi tornyot csinálni, mert hogy nincs nálam kőtégla, mert szerintem nem raktam rá egy piros dobozt. Akkor visszarohanok manuálisan, mint az állatok. Úgy csinálok, hogy...
Igen, nem vicces, hogyha a vonaksi nem futtok, úgyhogy ne csináljátok olyat. A vonaksi nem futkározás, egészségtelen, ha szembe jön a vonat. Méghozzá elég gyorsan és eléggé fájdalmas halált hajtok kb. Azonnal. Egyébként vicces, hogy innen délről nem támadtak még be minket. Szerintem mondhatjuk azt, hogy ezt próbáljuk legalább minimálisan levédeni. Jó. Most, hogy így láttam, úgy ítéltem meg, hogy innen délről levédjük magunkat. És nem mellesleg termelünk áramot is. Itt jönnek a napelemépítők. Persze nyilván nincsen drón központ itt, hogy segítse a hatótávolságokat. Nem tudom, hogy meddig. Ja, itt a drón központ, tehát úgy pont elér egyébként. Jó, hát mennek egy kis kört a fiatalok, de építik nekünk fel szépen a... Jó, küzdöttek egy kicsit az ellenséggel. Ezzel is el vannak. Na, én meg tégláért jöttem. Gimi tégla. Én nem tudom, miért nem volt nálam tégla. Azért nem volt nálam tégla, mert utálnak engem, biztos. Na. Azt mondja, hogy... Ja, de ez beton, ez nem tégla. Bakker. Ez beton, ez nem tégla. És mi a beton? Beton. Összeszerelőgépbe készül, víz kell bele, meg acéllemez, meg vasrúd, meg... Ja, nem, az finomított beton, nekem sima beton. Ami vasércből, meg kőtéglából, meg vízből tevődik össze összeszerelőgépben. Oké. Okay. Kőtégla szolgáltatózva. Szerintem... Szolgáltatózunk vasércet is, igen. Aztán acél az van, gyárból, úgyhogy egy elég. Nem akarok 50 gyárral dolgozni. Ide eljövök, balra. Igénylő. Gyár. Szolgáltató. Akkolátor. Limitáljuk a mennyiséget, és ő betont fog gyártani. Oké. Okay. Igen, földön nincsen itt egy vízcső. Dél felé fogunk elindulni vízcsövezni, de ahhoz ugye ahhoz csövek kellenek. Sok. Meg kéne nekünk egy vízpumpa is. Jó, egy darab vízszivattyú is fog kelleni. Oké. Okay. Hol támadtak meg? Itt? És le is rombolt? Egy gépfegyvert, igen. Nem görcsölünk rá a témára. Elzarándokolunk. Ide lefelé vízér. Aha. Csináld meg a vizes genyót, és utána csináld meg az 500 darab bújtatót még, meg az 500 darab csövemet. Jó. Vizes genyó. Hol van? Látja valaki a vízpumpámat? Ott van.
kell vízcső, hogy legyen nálam, hogy itt be tudjam kötni, hogy utána tudjam tovább vezetni. Nagyon cool. Víz. Oké. Áram alá helyezzük a hóbelevanciát. Eddig jó, és akkor igényelünk vele kőtéglát meg vasat. Azt mondja, hogy logisztikai igény. Kőtégla. Logisztikai igény. Nyers vas. Beindul a logisztikai rendszerünk, és akkor fogunk gyártani betont. Vasat is kap. És akkor már csinálja is. Csinálhatod gyorsabban is. Áram viszonylag jó. Lövöldözünk, lövöldözünk. Oké, és akkor itt készül a beton, amiből 60 kell egy darab ilyen lófaszhoz. És hanyassával gyártja? A tízessével, szóval azért ez nem annyira gáz. Jó. És csak így most gáz, amikor egy-egy torony, egy-egy tornyot akarunk itt beüzemelni, de egyébként nem lesz gáz. És akkor ezeket automata toronyként is lehet, ezek távol tartják majd a bázisaikat egy kicsit. Ötven. Gyerünk, gyerünk. Csinálj nekem 60-at, úgy akkor elvileg tudunk csinálni egyet. Hogy? Jó, és sok fogaskerékből, meg némi anyagból, de készül. Oké. Okay. Készül a zsebünkben az első nagy ágyú, de nem egyel akarok operálni. Jó, ahhoz, hogy a nagy ágyukat üzemeltessük kell, igénylő láda. Meg majd még több beton. Sokkal még több beton. Jó lassan készül el a zsebünkben ez a szar. Jó, hát több. És egy ágyú nem ágyú. Mire egy ágyút elkészítettünk, nagyjából elkészített a gyárunk majdnem addigra 60 beton. Még egy ágyút főzünk. Menjünk lövöldözni. Két ágyúval jó lesz az. Nincs fuvar. Jó. Gyere ide, értem, rezes autó. Ami vonat, persze. Megvárjuk, amíg ide ér a réd. Hagyom kipakolni, az úgyis jó, ha van. Visszamegyünk, betöltjük az ágyukat, meg körbevesszük magunkat mindenféle jósággal, ilyen lőtornyokkal és egyebekkel, és látni fogjuk a hatótávolságát ezeknek ennek az ágyúnak, hogy mekkora. Még a túlbára is kirakom ebből annyi.
Akinek francia ágy, igen, az a két ágyú, aminek francia ágya van. Ó, fenyves. Na, mivel van végre távolsági ágyúzás, ezért most ide lejövünk, és kipróbáljuk, hogy a faktorióban, én régen úgy emlékszek, de nem biztos, hogy mintha ez modos lett volna ez az ágyú, nem pedig ilyen kis kiforrott. A lézertoronynál ír a távolságot. 24, hát annak a tízszeresét tudja, jó, az elég jó lesz. Ú, fenyves, ez néha fáj, amiket tudsz hozni. Igen, itt verik szét éppen a dolgokat. És hova jövök pont? Ide. És ez nektek milyen rossz lesz? Na. Leértünk a vasbányához. Igen. Itt egyébként így vannak problémák azzal kapcsolatban, hogy néhány lőtorony itt nem került pótlásra. Építő drón van, de már valahonnan máshonnan hozza, de mindegy. Elhelyezünk további barátságos lézertornyokat itt a frontban. Itt a közelembe ne tudjanak jönni elven. Itt lehelyezünk néhány ilyen ágyúcskát. Igen. Ágyúcskába behelyezünk 100 nem megfelelő lőszer, picsába! Ami kellett volna, a tüzérségi távirányító, az jó, azt egyet le kell craftolni, azt értem. A tüzérségnek más a lőszere? Ugyanabból készül, csak más módon. Jó. Ja, volt időm. Így van, az kontendus nap. Viszont rossz lőszert hoztam. Ami azt jelenti, hogy ezt innen kivesszük. Ezt innen elküldjük. Visszamegyünk. És tüzérségi lőszert, ezt nem az a lőszer kellett, ami nekem volt, hanem tüzérségi lőszert kell gyártanom. Úgyhogy megyünk tüzérségi lőszert gyártani. Ezt kérem szépen. Ezek itt megtámadtak minket éjszakon. Azt hitték, hogy mi van. Jó. Az a kutatás is lement. Most nem kutatunk. Most nem ez a cél, hanem hogy itt túléljünk mindenfélét. Ja, hogy itt a sarokban lévő. Jó, oké. Vonat nincs itt. Hát nem jön értem a vonat. Jó. Térkép. Visszamegyünk ide. Ja, rezes már nem kell menedzselni, mert jön értem. És hogy készül a tüzérségi lőszer? Ez nem ágyú lövedék, nekem tüzérségi. Azt értem, hogy tüzérségi távirányító, de... pont ide támadtak minket. Hát, ha ezt érzed leggyengébb pontnak, én egyetértek. Csináljuk így. Beszállok a vonatba, azt telepakoljuk. Mit csinálnak a várvédők, amikor unatkoznak? Na mondjad. Elfoglalják magukat.